Szeretettel köszöntöm a stúdióba vendégemet, Renge Györgyit, az Ékszer Balettiskola igazgatóját. Szia Györgyi, üdv újra Szervusz, nálunk! köszönöm a meghívást! Bár beszéltünk már egyszer az iskoláról részletesen, de úgy gondolom, hogy fontos lehet újra egy kicsit átvenni azt, hogy kinek is szól az iskola, milyen tánc lehetőségek vannak, és úgy összességében, hogyha egy picit bemutatnád magát az iskolát, az tök jó lenne, hiszen vannak, akik lehet, hogy most kezdenek érdeklődni az iskola iránt, és esetleg mennének hozzátok. Köszönöm szépen. Az Ékszer Balettiskola 40 éves múltra tekint vissza itt Újpesten, nem kifejezetten ezen a néven, hanem Balázsné Mennyánszky Henriett iskolájából nőttünk mi ki, és 1980 óta tanít itt Újpesten. Először még a régi Adi művelődési házban, ami most már polgárcentrum, aztán az új Adiban, aztán utána az ifjúsági házban, és így tanítottunk generációkat Henni nénivel, és az ő fantasztikus metodikáját megkapva és megörökölve továbbra is a tánc szeretetére, klasszikus balettre, step táncra és jazz balettre oktatjuk azokat, akik hozzánk jönnek, és 4 éves kortól várjuk szeretettel a gyerekeket egészen felnőtt korig, mert hogy még anyu balett csoportunk is van. Azokból a növendékekből, régi növendékekből, akik néha, valaha Henni nénihez jártak, és azóta pedig akár csak anyukaként szeretnének visszajönni, táncolni hozzánk. Azok is mehetnek, akik nem jártak régebben hozzátok? Tehát van lehetőség becsatlakozni? Igen. Abszolút, ez egy felnőtt kezdő balettóra. Ezek ugye nagyon divatosak mostanában, sok balettiskola indít ilyen felnőtt kezdő tanfolyamot, és hát egy kis odafigyeléssel, meg hogy is mondjam, koncentrációval abszolút elvégezhetők ezek a klasszikus balett gyakorlatok, ami most már az idén step tánccal is bővült, mert az anyukák is meg szeretnének tanulni steppelni, úgyhogy elkezdtük a step oktatását is a felnőtt korosztály számára. Miért lehet ennyire népszerű a balett mostanában? Én is azt látom, hogy egyre több helyen hirdetnek felnőtt balett oktatást, igazából nullától kezdve bármikor be lehet csatlakozni, és tényleg egy elképesztő, én ugye voltam nálatok, és annyira jó volt egyrészt a hangulat, másrészt maga az óra, és hogy nagyon el tudunk fáradni, tehát azért ez elég pozitív értelemben igen. Nehéz dolog, ugye? Igen, igen, igen. Hát felnőtt fejjel sokkal könnyebb, nagyobb léptékekben haladni, tehát nem kell olyan apró metodikai lépcsőket betartani, mint amit mondjuk akár 4, akár 6 éves kortól, hanem a felnőtteknek így ilyen 10-12 éves korosztálynak a balettóra anyagát tudjuk prezentálni, és megpróbáljuk ugye meg is valósítani, ami hát nagyon nehéz az a helyzet, hogy ezt igazából az ember akkor érzi meg, amikor a saját testén ezt kipróbálja. És hát nagyon sok, egyrészt anyuka is van, aki nem táncolt soha, de vágya volt valaha, hogy egy ilyen gyönyörű táncművészeti ágat kipróbáljon. Aztán vannak olyan anyukáink is, akik soha nem táncoltak ugyan, de nem tudnak ilyen dinamikus sportokban, vagy futásban, vagy bármiben részt venni. Ez egy nagyszerű statikus olyan edzés, egy olyan edzésforma, ahol csak egy helyben kell állni, akár mint egy jóga óránál, és akkor nagyon erőteljes statikus izom munkára vagyunk kényszerítve, hát csorog az emberről a víz, úgyhogy szokták szeretni az anyukák. És hát most külön öröm nekem, hogy a steppet is így kikérték és kikönyörögték, mert végül is ez is egy nagyon-nagyon jó kis edzésforma, kardió edzésforma. Akkor nem is kell semmiféle előképzettség ahhoz, hogy mondjuk csatlakozzunk hozzátok? Hát azt mondom, hogy most még talán ebben az évben nem. Aztán jövőre, hogyha már dupla tempóban steppelnek az anyukák, akkor lehet, hogy kell egy kezdő csoportot is létrehoznunk, de hát ez még a jövő zenéje. A fiatalabbaknál, a kicsiknél is abszolút elegendő az, hogyha valakinek csak kedve van. Nálunk nincsenek alkati adottságok felvétel szempontjából. Igazából csak azt nézzük, hogy mennyire érett az a kisasszony mentálisan. Mert azért bármennyire is játékos a tananyag, és mi igyekszünk őket mindenféle módon motiválni, de van egy tananyag, amit el kell végezni, egy órán 45 percig figyelni kell, még egy kis óvodásnak is, és hát annyiszor kell megemelni a lábacskáját, ahányszor azt mi kérjük, mert akkor van értelme, akkor
amikor fejlődik az az izmocska, akkor tágulnak azok az ízületek, azok az izmok, amire nekünk később a klasszikus balettben szükségünk lesz. Milyen pozitív hatásai vannak akár a táncnak, akár a balettnek? Gondolok itt arra, hogy egyrészt testi, de én szerintem lelki pozitív hatásai is vannak. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem el. Az első talán az, hogy egy nagyszerű összpontosítást igényel, tehát ez inkább agyilag egy nagyon, nagyon fontos dolog az iskolába menők részére, hogy a mi gyerekeink, amikor iskolába mennek, már egy olyan koordinációval, koncentráció képességgel és egy olyan testképpel rendelkeznek, hogy urai a saját testüknek, nekik nem jelent problémát, akár így, vagy akár úgy ülő-álló helyzetben az iskolában teljesíteni, mert ehhez hozzászoktak a balettórák alatt, ugye már óvodáskorban és hetente kétszer tanítjuk őket, és hát ez egy olyan fegyelmet és egy olyan összeszedettséget ad a kicsiknek, hogy mindig nagyon jó tanulók és nagyon sikeresek az iskolában. A következő nagyon nagy előny, hát azt inkább közösségépítés szempontjából tudom elmondani, hiszen nálunk 4 éves kortól elindulnak egy csoportban, akár a rózsaszínben, és utána váltják, minden évben nálunk új színű dresszt kapnak, és akkor egészen a felnőtt korig, amíg így eljutnak, egy olyan közösségben vannak, ami ugyan hiába mennek tovább iskolába vagy gimnáziumba, ez a közösség, akivel elkezdett balettozni, ez mindig változatlan, és mindig ugyanaz. Ez a kis biztos pontja. Ez egy nagyon biztos pont az életben, és az öltözőben, főleg tinédzserkorban olyan barátságok tudnak születni, sokszor nehéz is őket kikönyörögni az öltözőben, mert ott folynak a legfontosabb megbeszélések, és hát ilyenkor ezek fontos dolgok. Azután egy másik nagy közösségépítő eleme a mi iskoláknak a minden nyáron megtartott tehetséggondozó tánctábor, ahol egy hétre, 10 napra elvisszük a mi gyerekeinket, és akkor ilyenkor ezekkel a csoporttársakkal együtt is alszunk, együtt eszünk, együtt táncolunk, együtt izzadunk, és ezek nagyon, nagyon fontos elemei a közösségépítésnek. Életre szóló barátságok tudnak itt kialakulni, és hát ezeket ugye már felnőtt korból is igazolva látjuk, hogy nagyon sok olyan barátságokat látok, így visszamenőleg, akik régen balettos barátnők voltak. Ez neked egy nagyon jó érzés lehet, és egy nagyon jó visszacsatolás, gondolom, hogy látod ezeket a még mondjuk gyermekként, aztán már idősebbként, és hogy még úgy is visszajárnak, tehát hogy felétek is, maga az iskola felé is van egyfajta elköteleződésük, és ugye a baráti rész is megmaradt, ez nagyon jó. Igen, igen, igen. És van még egy nagyszerű része a mi iskolánknak, hogy lassan 20 éve, tehát 2004-ben alakítottunk egy tehetséggondozási program keretében belül egy táncegyüttest. Mert hála Istennek, hogy ez alatt a 31 néhány év alatt kikerültek tőlünk olyan tehetséges növendégek, akik bár nem ezt választották hivatásukként, tehát nem mentek klasszikus balettvonalon balerinának, hanem egyetemre vagy más gimnáziumokba, tehát nyelvvizsgákat szereztek, tehát más területen érvényesülnek, de a balettot mégis olyan magas színvonalon művelik, hogy az már egy produkciót megér Magyarországon, és ezekből a tehetséges növendékekből mi létrehoztunk egy táncegyüttest. És ezzel a táncegyüttessel ugye mesebaletteket adunk elő, ami egy nagyon, hogy is mondjam, hiányterület Magyarországon, és így, hogy 20 éve lassan mi a mesebaletteket havi rendszerességgel táncoljuk, föl tudtunk nevelni is egy balettet szerető és értő közönség réteget is, és fel tudtunk nevelni egy olyan generációt is, akik ugyan nem hivatásos balerinák, de olyan élményben volt részük, azáltal, hogy dolgozhattak egy ilyen táncegyüttesben, minthogyha hivatásos balerina képzőt végeztek volna el. És ez nagyon nagy dolog, mert ez a pálya annyira rövid és olyan nehéz, hogy mi általában soha
nem javasoljuk azt, hogy valaki ezt válassza szakmájául, csak akkor, hogyha igazán kivételesen tehetséges. És inkább biztatjuk őket, hogy más pályát válasszanak, és ez pedig maradjon meg egy szerelem a számukra. És heti két alkalommal tudunk számukra egy olyan képzést biztosítani, amivel ezt a szintet a tehetséges gyerekek el tudják érni, és kapnak egy ilyen közönségélményt, mert annál nagyobb örömet, hogy 400 kicsi tenyér összeverődik egy nézőtéren, nem tudok elképzelni egy táncos számára. Ja, milyen szépen megfogalmaztad, egyébként látszik rajtad, hogy mennyire nagyon szívből szereted, ez egy szerelem projekt is igazából, tehát ez mindenféleképpen az. És jó, hogy említetted a mesebalettet, mert hogyha jól tudom, akkor most a Hamuvipőke az, ami a központban van. Egy kicsit mutasd be nekünk. Igen, igen. A Hamupipőke egy nagyon népszerű mese, és mi utoljára ezt 2007-ben, 2006-ban játszottuk, úgyhogy ez egy nagy visszatérés, és hát egy kicsit, hogy is mondjam, felfrissítettük az akkori koreográfiákat, akár frissebb zenével is, vagy frissebb koreográfiákkal, és hát van benne klasszikus balett, egy jó pár step tánc is van benne, és hát jazz betéteket is tettünk bele, egészen kivételesen a báli jelenet is nálunk egy ilyen nagy show tánc, ahogy megjelenik Hamupipőke, és azután pedig a cipőkeresés is egy fantasztikus jazz tánc, amikor a herceg kiadja a parancsot, és akkor mindenki elmegy és keresi a cipőnek a párját, és ez egy kicsit ilyen kis vicces és interaktív rész is lett, mert a táncosaink lemennek a nézőtérre, és fölhoznak mindenféle cipőket az udvarmesternek, aki hát ugye összehasonlítván a Hamupipőke cipelőjével mindegyiket visszazavarja, de ennek ellenére, hogy is mondjam, így a nézőket is be tudjuk vonni a mesébe, és ennek már akkor 17 évvel ezelőtt is nagyon nagy sikere volt, emlékszem egy-két ilyen beszólásra, amikor a gyerekek már tudták, hogy ez a jelenet jön, és előre lehúzták a cipőjüket, és úgy nyújtották oda a táncosoknak, és mondták, hogy enyémet a hercegnek adjad. Úgyhogy már előre föl voltak erre készülve, és hát reméljük, hogy idén is ennek így ugyanilyen nagy sikere lesz. És nem csak a cipőkeresésnek, hanem az egész darabnak gyönyörű jelmezekkel és szép hátterekkel próbáljuk a mese szépséges és varázslatos világát is megvalósítani a gyerekeknek, mert azért nagyon fontos, hogy a fantázia mellett azért egy képi világot is adjunk, egy olyan szép, színes mesés hátteret. És hát azért is jó, mert ezeket a meséket azért ismerik a gyerekek, és tudják, hogy... És olyan jó visszalátni azt, amit mondjuk ismernek, hogy igen, hogyan lehet előadni mondjuk tánc tekintetében. Igen, igen, és mi erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a klasszikus meséket nem írjuk át. Tehát nálunk a jó az jó, a gonosz az gonosz, és a végén elnyeri méltó büntetését. Tudom, hogy mostanában nagyon divatos valamiféle alternatív megoldást adni ezekre a mesékre, mert hát az valami egyedi, meg valami különleges, de mi úgy vagyunk vele, hogy a felnövekvő új generációnak is meg kell élni a klasszikus meséknek a szépségét, és annak a naivitását is, mert ez is fontos egy gyerek lélek számára. Igen, úgyhogy ez hozzájáró. Én is úgy gondolom, hogy ez is akkor lehet más is, de ezek azért tényleg olyan értékekkel, és olyan tanulságokkal, olyan jellemekkel vannak telítűzdelve, hogy azt úgy is kell. Igen, úgyhogy aki a mi balettünkre eljön, az nem fog, hogy is mondjam, meglepetésben részesülni, hanem tényleg a klasszikus értékeket fogja látni újból. És lezárásként muszáj megkérdeznem, hogy hogyan éreztétek magatokat az újpesti Bor Weekenden, hiszen már visszatérő fellépők vagytok, most milyen volt? Jaj, nagyon jól éreztük magunkat. Több mint 60 növendékünk vett részt ezen a kis 20 perces összeállításon, amit kaptunk lehetőségként, hogy megmutassuk magunkat. És ez azért volt nagyon jó, mert a nyári tehetséggondozó táborunkban készült koreográfiákat nem nagyon tudjuk máshol előadni. Amiket évközben készítünk, mesebaletteket, azokat utána játsszuk így a Stefánia palotában többször is, de a nyári táborban készült táncokat az mindig egyszerű és megismételhetetlen alkalom, de annyira jó hangulatú és annyira
felszabadult koreográfiák szoktak készülni, ilyenkor ez alatt a tábor alatt, hogy nagyon boldogok vagyunk, amikor ezt megmutathatjuk így a budapesti közönségnek is, és erre ez egy nagyszerű alkalom volt, és köszönjük szépen még egyszer a szervezőknek a lehetőséget. És hát azt látom én is, hogy van igényre a gyermekek részéről, a szülők részéről, és egyébként csak a nézelődők is nagyon jól érezték magukat. Igen, úgyhogy bízunk benne, hogy sokan kedvet kapnak ehhez a szép táncművészeti ágnak a kipróbálásához, és őket nagy szeretettel várjuk most az ifjúsági házban, az Újpesti Ifjúsági Házban kedden és csütörtökön délutánonként. Köszönöm szépen, György, hogy eljöttél és beszélgettünk, és további sok sikert és sok érdeklődőt kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm.